Mi a baj? Tudja! Ki? Fitz, az a pofa a tévéből, tudja! Hogy? Tudja és kész! A szakértőtől megjött a kazetta. Dix anyaga? Igen. Hívjuk be őket az irodába. Jó? Ha jönnek, küldünk értük kocsit. Jó. Ha nem, mi megyünk hozzájuk. Mindenképpen helyesen csináljuk. Ha ügyvéd kell nekik, kapnak ügyvédet. Igen, értem. Tartozunk annyival Gixinek, hogy jól csináljuk. Igen, igen. Tudom, hogy Gixi is így akarná. Na, nézzük meg, mi van a szalagon. Meg akartuk ölni egy rendőrnök. Ezt mindenki rosszabbnak tartja egy közönséges ember megölésénél. De miért? Hiszen ez önvédelem. Ha nem öljük meg, egész életünkre lecsuklak. Tehát ez önvédelem. Számunkra. Az élet fogunkra rossz, mint a közönséges emberek számára. Mert szeretjük egymást. Jobban, mint ahogy vala és két ember szerethette egymást. Ha elválasztanának minket, akkor mi hatnánk. Tehát ez önvédelem. 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 Ez az. Azt mondta James Dean. Nem tévedtem akkorát. Ne jöjjön be senki, ha csak nem nagyon fontos. A törvényszéki szakértők vannak itt. Menjen ki mindenki! Megvárjuk, amíg hazajönnek. Nem hiszem, hogy hazajönnek. Ez jellemző a maga optimizmusára, Fitz. A megnyerő személyiségére. Tehát Kerriganről van jegyzőkönyv. Fényképeink is vannak, de a lányról semmi sincs. Kerrigan is megvolt, csak Bexélne keresztette. Előzetes letartóztatásban volt, hogy aztán Szélne keresszük. Fitz ajánlotta a pszichiátriát. Nem emlékszem. Írásba is adta? Maga ott volt? Nem emlékszem. Fitz megelőzésről beszélt. Beckörmester azt mondta, hogy védjük a vadbarmunkat. Nem emlékszem, uram. Vérlázító. Ha ez a beszélgetés lezajlott, Fitzgerald doktornak minden joga meg volna hozzá, hogy kijelentse. Lám, megmondtam, szemben láthatóan ellepet, hogy kijelentesse. Tehát most már elég volt! Lezajlott, hadd mondja ki végre! Mi csak elvesztettük a barátunkat. De mit számít, ha Fitzgerald doktor ezt szeretnék kimondani? Befejezte? Nem emlékszem ilyen beszélgetésre. Végeztünk? Nem. Menj ki. A Fitznek igaza van, maguk pocsékó lehetnek. Vannak ügyvédek. Ügyvédet ajánl Becknek. Becknek nincs szüksége. De nekem van. Nem, mivel elvesztett egy közeli kollégát. Az ügyvédi tanácsadás beváltszokás manapság. Belekerül az anyagomba. Nem fog. Azt mondják, kifogott rajtam a feladat. Pedig nem a feladat volt nehéz. Azt elvégeztem, mint bárki más. Tudom. Akár csak Beck. Nem a munka. Elvesztettem egy barátot. Amikor az apám meghalt, sírtam a rendőrök jelenlétében. Sírtam mindenki előtt. Akkor mondták, hogy kifogott rajtam a feladat? Természetesen nem mondták. Azt mondták, hogy azért sírok, mert elvesztettem az apámat. Most is ez van. Most meg elvesztettem Gixit. Azért sírok, mert elvesztettem egy barátot. Semmi köze ennek a munkához. A munkámat elvégzem ugyanolyan jól, mint akárki más. Benegyő meg. Nem a munka miatt sírok, igazán nem a munka miatt. A feleségem terhes. Tényleg? Két hónapos. Mit szeretnének? Mindegy. De ha lány lesz, azt szeretném, ha felnő, a maga ellentéte legyen.
kockázatoson, de mindent bele. Nehogy elpacarolja a végére. Gyűjtsön erőt, hogy eljusson. Tudja, hogy mikor kockáztat. Na gyorsan, 2, 1, ó, már megint lefelé megy. Ismerem ezt a gépet. Akkor kellett volna kivennie a pénzt, amikor még mehetett volna barátom. Jó, játszom maga. Maga volt a tévében, ugye? Igen. Én Michel vagyok. Rendelhetek italt? Igen. Én egy üveg száraz almabort kérek. És maga? Dupla száraz kultviszki. És miért éppen a kriminálpszichológiát? Mert érdekel az erőszak. Ide valósi? Igen. A csupa zöld külvárosból jött? Igen, Hillből. Á, Hillből. A Hilliek zsebkendővel túrják a dolgokat. És miért erre az egyetemre jár? Miért nem ment el máshová? Nem akartam. Ki nem állhatja a szüleit? Azt nem mondtam. Nem kell mondania. Nem, szóval itt lakik a barátom. Mivel foglalkozik? Segélyem van. És ez nem tetszik apunak és anyunak. Hogy vázolta föl ezt ilyen hamar? Mióta ismerik egymást? 1,5 éve. Mitől olyan biztos, hogy igaza van? Nem biztos. Ki ölte meg Kennedyt? Lee Harvey Oswald. John Lennon? Mark Chapman. Tudja, hogy mire akarok kiugatni? Nem. Évekig nevelgetnek egy gyereket. A gyereknek van némi tehetsége, elmegy Hamburgba, ahol az idejét annak szenteli, hogy a tehetségét csiszolja. Hazajön, ír néhány igazán szép dalt, amitől világhírű lesz. Mert egyszer csak egy őrült lelövés mi történik, az őrült lesz híres, ugye? Azután sokan, akik talán még éretlenek kissé, sorbálnak a róla szóló könyvért. Két őrült, aki kedvtelésből öl. Az ilyeneket jobb minél hamarabb lecsukni és elfelejteni. Ez az én tételem, ez a vázlatom, amiben biztos vagyok. A többi csak találgatás. A barátom most Londonban van. Aha. Talán lesz munkája. Egyedül van? Igen, de nem bánom, mert úgyis dolgoznom kell. A tézisé? Igen. Remélem, nem baj, ha megkérdezem. Elolvasná? El. Úgy értem, ma. Az kissé bajos lenne. Csak 6000 szó. Kocsival vagyok, elvinném. Kísértésbe hoz. Hálás lennék. Telefonálok. Jó. Fitz. Tessék.